Sziasztok, ez itt az Easy Hungarian. Nóri vagyok. Eljöttünk ma az egyetem térre, hogy megkérdezzük az embereket, hogy melyik a kedvenc napjuk a héten. Melyik a kedvenc napotok a héten? Szombat. Szombat? Péntek. Mert jön a hétvége? Vagy benne vagytok? Aha. Jól van. Szombat. És miért? Azért, mert van egy hobbim, és azt mindig szombaton űzöm. Milyen hobbi? Hát, milyen hobbi? Hát mindent eláruljak magának, hát nem is ismerem. Hát, már egy kicsit ismerjük egymást. Igen. Nézem, hogy honnan. Ja, innen. Jó, jó, jó. Nem haragszik, de dolgom van. Hűha. Péntek biztos nem a kedvenc napom a héten, mert mindig nagyon fáradt szoktam lenni. Már gimis koromban is pénteken annyira nagyon fáradt voltam, hogy értékelhetetlen voltam. Talán inkább a csütörtök a kedvenc napom, mert a csütörtök az a kis péntek. Melyik a kedvenc napod a hétvégén? Nekem a péntek. Mert akkor már kezdődik a hétvége. Hát ez egy ilyen általános érzés, hogy azt szeretem, és így tökös feldobb, meg szeretem. Szombat. Szombat? És miért? Hát mert hétvége, de még nem másnap van ja, hét. De hétfő a péntek? Hát hétfő szed a péntekem. A péntek. Miért a péntek? Mert akkor várjál majd hétvége, és mindenféle klassz programokat tudok tervezni. Nincsen kedvenc napom, nincsenek ilyen... Tehát a mai napot például szereted? Ne. Milyen volt a mai napod? Fáradt vagyok. Könyvtárban jövök, tanultam, és... Igen? Igen. Akkor ez például egy mindennapi tevékenység? Nem mindennapi, de... De amikor szükség van rá, akkor igen. És a szombat meg a vasárnappal hogy állsz? A vasárnap délig rendben van. Igen. Utána viszont már félig a hétfőt érzem, úgyhogy az már csak egy olyan... Mondhatni fél nap a hétvégéből. És a mai napod milyen volt? Hát a mai napom az elég húzós. Évvégi, mondhatni. Azok mindig húzósak. Nóri kezdte, Gábor fejezte be. Ez volt az Easy Hungarian. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Szombat. És miért? Azért, mert van egy hobbim, és azt mindig szombaton űzöm. Milyen hobbi? Mindent eláruljak magának, hát nem is ismerem. Hát?